Mátyás Bence, 32 évesen professzor, doktor, az MTA tiszteletbeli tagja, és egy világméretű kutatást is irányít, aminek az a célja, hogy a Marsra növényeket juttassunk el, de hogy ezt hogyan, erről beszélgetünk. Szervusz, szia! Szia! Miért pont a Mars, és miért pont növények? Köszönöm szépen a meghívást. Miért pont a Mars? A Mars az egyetlen olyan bolygó, amit a mai technológia segítségével terraformálhatóvá minősítettünk. Ami pontosan mit jelent a terraformálás? A terraformálás az földszerűvé alakítást jelent. Tehát olyan körülményeket, klimatikus és környezeti feltételeket biztosítunk más bolygón, ami lehetővé teszi a földi élőlények számára az életet. És hogyan néz ki most jelenleg ez a projekt? Hol tartotok? Mi növényszállító rakétakapszulákat tervezünk és fejlesztünk, aminek az a célja, hogy a földi talajmikróbákat beinjektáljuk a marsi regolitba, és erre a növények látszanak a legalkalmasabb gazdaszervezetnek. Tehát ahogy a gyökeresedés elindul ezekben a marsi talajokban, azáltal ugye bejutnak a földi talajmikróbák, és fellendül a talajmikrobiológiai élet. Ami azért fontos, mert ott egy gáztermelődés történik, amikor szerves anyagokat bontanak ezek a mikróbák, és a marsnak ugye pont erre van szüksége, hogy dúsítsuk a légkörét, ahhoz, hogy a emberek számára élhető környezet alakulhasson ki. Milyen típusú növényekre kell most jelen esetben gondolni? Legfőképpen a tundra éghajlatára jellemző növényekre. Ezek általában örökzöld fás növények, amik a alacsony pH-t tűrik, illetve az alacsony hőmérsékletet, ugye egy nagyon fontos kritérium. Tehát ez egy nagyon részletes szakirodalmazás előzte meg azt, hogy egyáltalán kiválaszok azt, hogy melyik növényeket érdemes tesztelni erre a Mars útra. Milyen időintervallumban kell gondolkodni, mikor lehetnek tényleg ott ezek a növények, és már esetleg embereket és populációt is lehet oda esetleg kivinni? Ez sok mindentől függ. A mi terveinkben az szerepel, hogy 5 éven belül az első rakétakapszulákat fellőjük a Marsra. Az emberi kolóniák érkezését 20-30 évre tervezik, amikor az első hosszabb időt emberek eltölthetnek úgynevezett ilyen dómokban, ilyen üvegbúrákban, amit a NASA és a SpaceX tervez közösen. Te hol dolgozol pontosan? Magyarország és Amerika között ingázol és úgy kutatsz, vagy jelenleg itthon van a főhadiszállás? Jelenleg itthon van a főhadiszállás, erre egy magyar céget alapítottunk kimondottan erre a projektre. Egyébként ez egy külföldi munkára nyúlik vissza ennek a projektnek az előzményei. Hát akkor ezek szerint van egy teljes csapat a hátad mögött, vagy melletted veled? Kikkel dolgozol pontosan? Igen, van egy csapat, olyan érdekes, hogy pont külföldön is magyar szakértőkre bukkantunk. A Gutmann András támogatását élvezzük, ő egy világhűri glikanikai kutató, ami nagyon fontos ahhoz, hogy a növények stressz szintjét tudjuk mérni, illetve nagyon kiváló szakemberekkel dolgozunk együtt, illetve hazai és külföldi egyetemekkel. Egy ilyen hosszú utazás alatt hogyan tudjátok megóvni ezeket a növényeket, mert ahogy most így mondtad ezt a szót, hogy a növények stressz szintje, gondolom ez sem mindegy, meg az sem, hogy hogyan tudnak egyben maradni. Igen, tehát az űrutazás az jelenleg 7 és 8 hónap között változik. Ugye a növények abban az időszakban, mert a legfőbb stressznek ki vannak téve, az maga a sugárzás. Ezeket ilyen pajzsokkal, amit az üveg, tehát a rakétakapszulákba tervezünk, ezekkel óvjuk a növényeket, amennyire lehet. Nyilván itt valamilyen szintű mutáció előbb-utóbb ki fog alakulni, de az úgymond az előnyére válik, hiszen ahhoz a környezethez kezd majd el alkalmazkodni az adott faj. És én úgy tudom rólad, hogy most jelenleg egy ejtőernyős oktatáson is részt veszel. Mi ennek az oka? Az az oka, hogy a nyáron tervezzük a teszteket, a becsapódási teszteket a rakétakapszuláknak, és a reptértől úgy kapunk engedélyt, hogyha ugye ezek valamilyen szinten kontrollált körülmények között zajlanak, úgyhogy ezúton is szeretnék köszönetet mondani a Verebes Gábornak és a Vertical Flight Schoolnak, hiszen ott folytatódik a kiképzés a crewnak. Hol tudjátok egyébként legjobban tesztelni ezeket a rakétakapszulákat? Elsősorban a szélcsatornákban, itt Csepelen is van egy, illetve Szlovákiában. A szélcsatornás tesztek után fog sor kerülni a repülőgépből való, minél magasabban történő repülőgépből való kidobásra, és ilyenkor azt vizsgáljuk, hogy a rakétakapszula milyen szinten, milyen mélyre tud befúródni, illetve hogy maga az impact, maga a becsapódás milyen hatással van ezekre a fárszárú növényekre. Kicsit beszéljünk még a távoli jövőről és a Marsról. Lelki szemeid előtt hogyan képzeled el hosszú évek múlva a Marsot? Hogyan képzelhetjük majd el?
Úgy kezdődhet ez az egész, hogy, hogy az első emberi kolóniák ilyen dómszerű épületekbe fognak kicsit elszigetelve élni a Marson. Ezzel szemben a mi koncepciónk az az, hogy a földi életet valami direkt kontaktba, kapcsolatba hozzuk a marsi környezettel, ezért tervezzük azt, hogy a növények oda gyökereznek, és ahogy dúsítjuk a légkört, nyilván ez nagyon sok idő kell, el tudom azt képzelni, hogy pár generáció után az emberek szkafander nélkül tudnak a Marson sétálni. Erre a terraformálásra egyébként azért van szükség, ez nagyon megosztó téma, de ez a fenntarthatóság miatt van, hiszen az emberi faj, hogyha több bolygón él, akkor ugye nagyobb az esélye a fennmaradásra. Mi a következő fontos lépés a projekt életében? Jelenleg nagyon sok növényi, tehát tenyészedény kísérletünk van, amiben marsi talajszimultánsokon nevelünk különböző növényeket, és nézzük, hogy hogyan reagálnak a különböző stresszekre. A következő lépés az és a leglátványosabb az pont ez a becsapódásos és a repülési tesztek lesznek, amely a nyára várható. Bence, sok sikert kívánok nektek ez a projekthez, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Nagyon szépen köszönöm a meghívást.